Karim Helmi egyiptomi festőművész kiállítása nyílt meg szerdán a Magyar Plakátházban. A külföldi alkotó rendszeres vendége a Ludwig Nemzetközi Művésztelepnek, amely vasárnap nyitotta meg kapuit. A tárlat június 10-ig látogatható. A Tóri György Múzeumnál és a Ludwig Nemzetközi Művésztelepnél már hagyománynak számít egy-egy képzőművészeti tárlat megrendezése a Magyar Plakátházban. A múzeum a művésztelep résztvevőinek bemutatkozására is több alkalommal helyet adott. Már több gyűjteményes tárlaton állított ki nálunk Karim Helmi, egyiptomi festőművész, aki az Alexandriai Egyetem művészeti képzőművészeti karának adjunktusa, és az ő képei mindig is megragadták a kanizsaiakat, és a magyar alkotókat. Ezek a különleges hatású képek, úgyhogy így a művész kérésére is az idei 30. Ludwig Nemzetközi Művésztelep Karim Helmi kiállításával mutatkozik be itt a Magyar Plakátházban. Karim Helmi 5 évvel ezelőtt érkezett először a Kerli Majori Művésztelepre, egy bulgár alkotótársának köszönhetően. Karim Helminek tavaly is volt egy pár alkotása bemutatva itt, egy csoportos kiállításon, amit az Európán kívülről érkező művészeknek szerveztünk. És akkor ő itt felvetette, hogy ő nagyon-nagyon szeretne egyénileg itt megmutatkozni, és hogy készít ide egy kollekciót, amit elhoz. A kollekció a Nő és a Zene címet viseli. Minden egyes kép mögött külön történet található, mondta el Ludwig Klára. A festőművészre jellemző, hogy ritkán festi meg a figurák kezét, amit azzal magyaráz, az arccal, a tekintettel, a testtartással, az öltözékkel szeretné megmutatni az alakokat, mivel a kézzel már gesztusokat mutatunk. It's a hard question. I have been here really for 5 years. Nehéz kérdés, már nem is tudom, 5. vagy 6. alkalommal vagyunk itt. Nekem ez egy tökéletes helyszín, nagyon motiváló. Örömmel jövünk vissza évről évre. Művészként egy ilyet találni nagy szerencse, ahol inspirációt kapunk, van idő alkotni. Biztos vagyok benne, hogy még sokáig visszajárunk. Karim Helmi kiállítását június 10-ig lehet megtekinteni a Magyar Plakátházban.